transzcendentális hangvibráció, amiben a világban van anyagi hangvibráció, van transzcendentális lelki. Végül ez egy meditáció, és a meditáció, általában sokan meditálnak, de a meditációra kell egy tárgy. Meditálni tárgy, hogy ki a tárgy, kire meditálunk. Mert őt is hallottam, hogy valaki kilincsre meditál, lehet kilincsre, de a védikus írások mondják, hogy a tökéletes meditáció Istenre, ő a igazi tárgy, hogyha rajta meditálunk, és hogyan meditáljuk, hogyha énekel közül nem egy Hare Krishna nála, ez Istennek a nevei, a Bahudha Nija Sarva Shaktis. Van sok nép Istennek, és vannak föl nevek, ami itt látszik, Hare Krishna Rama. A Hare, ez az ő gyönyör energiája. Én is bekapcsolod? Adjál bekapcsolod. És akkor a Hare, az a gyönyör energiája, ami által megközelítünk. Krishna azt jelenti, hogy legvonzó. Legismert, legvonzó. És a Ráma azt jelenti, hogy aki boldogságot, boldog érzelmeket ad. Mi, mint lelkek, nekünk a igazi boldogság, ezek a lelki érzelmek. És amikor énekeljünk, akkor tapasztaljunk, lehet tapasztalni, mivel Hare Krishna, Rama nem különbözik Istentől, ezek a szavak, a nevei, ezért valaki énekel, akkor tud tapasztalni rögtön. Nem kell ilyen hosszú meditációk, hosszú évekig valamit csinálni, egyetemekre járni, hanem egy pár perc alatt lehet érezni, hogy ez valami lelki. Másképp nem lehet évekig énekelni. Itt vannak a fiatalok, akik már évekig énekelnek Hare Krishna mantrát, és mindig kevés. Oké. Akkor még egyet énekeljünk? Mit szóltok? Jó? Oké. Van sok, igen, lehet, hogy bemutatjuk a hangszereket. Itt van dob, mridanga, ez a neve, ami agyagból van a égetett anyag, agyagcserép. Van a testje, és akkor bőr van mind a két oldalon, az egyik kicsi, az a magas, így szól. És van mély, ami nagy, és így szól. És nagyon sokféle ritmusokat lehet játszani. Te tudsz mantrákat? Igen. A zeneiskolában, a védikus rendszerben nem... Ti jártok zeneiskolába? Na, tényleg? Akkor ti tudjátok, hogy van a kotta, hét álló hangból fele, negyed, és akkor ritmus is van, 1-2-3-4, a 4-4-et, 3-4-et, és így tovább. Például nyugati világban, hogy valaki dobolni szeret tanulni, akkor ott nem, nincsenek hangok, megvan jelölve melyik dob, és akkor ritmus megvan adó, ugye? 1-2-3-4, 1-2-3-4. De a védikus ott nem, így nem kótáznak, hanem mantráznak. Minden mantrának vannak szótagok, és minden szótag, ez bizonyos hangot ki kell ütni, bizonyos kéztartással, és először meg kell tanulni kimondani a mantrát, utána lehet játszani. Ezért így a mantrák tanulása által sokkal virtuózisabb lesz a zenész, mint a nyugati iskolája. Nem tudom, ti nézettétek-e, hogy a legvirtuózus játékosok, amúgy indiaiak, hogyha nem tudom, néztétek, bármilyen hangszeren, a legjobb indiaiak. Mert ott más módszer van, hogy kell tanulni. És aki indiai rendszerbe tanul,
az utána bármilyen hangszeren virtuózis lesz. Akkor egy első, egyszerű gyakorló mantrát. Mondd meg a hangnemeket, hogy mit csinálsz. Ez egy, ezt például fogom most majd játszani, de hogy, hogy van, hogy például ez egy ilyen mantra, és akkor vannak ilyen díszítések a végén, például ott ez a két, akkor vannak olyan mantrák, amiket nem játszunk, az csak ilyen csukló erősítő, például van ez a... Ez a gyakorló. Ez ilyen csukló lazító, meg csukló fejlesztő is, akkor ezt tehetem gyorsan. Na, gyorsan, tereket. Tapsoljunk meg. Jó. Akkor a fuvolát mindenki ismeri, amúgy indiai hangszer. Ez nem nyugati hangszer. Ez átvette a nyugat, ez indiai, nagyon ősi, több millió éves hangszer igazából. Eredeti fuvola bambuszból van. Nádból igazából, az az eredeti fuvola, és utána már vannak ezek a fémféle fuvolák. De nyugati iskola szerint tanultál, ugye? Igen. Jó. Akkor ott van a gerinél, ez a részcintányér, karatál ez a neve, ez ilyen ritmusadó tányérok, tititá. Igen, van többféle méretű. Mivel ez egy ilyen harangrész, amúgy a harangok, a csengők, ezekféle hangok nagyon tiszták, ez még az éteret is tisztítják. Szóval nem, itt több dolog van, van egy jó ritmus, amit magas ritmusot ad, de ugyanakkor nagyon kedvező és tiszta az egész helyet, ahol van csengő, az nagyon kedvező, mert szélcsengők, ezek jók dolgok, hogyha van valahol. Szóval így. Ez pedig harmónium, ami nem indiai. Ami már indiai, de nem indiai származás, vagy portugál hangszer, ahol levegő fújtatásával sipokat megszólítja. És de a portugálok, ők állva szoktak játszani, vagy ülve a széken. Lényeg, hogy nekik a levegő, azt lábbal pumpálták. Indiai ülnek a földön, azért átalakították, ide rakták a levegő fújtatót, és akkor egykezes lett az egészből. Nem kétkező, egykező. Ezek a hangszerek. Nem fontos a hangszer, amikor valaki mantrát lehet mondani, lehet énekelni bármilyen dallamra, akár milyen, de hangszerekkel, hangszerek nélkül, nyugati hangszerekkel, keleti hangszerekkel. Mi a keletit választunk, és akkor meg egy rövidet elénekeljünk, jó? Oké. És akkor általában van olyan, amikor nagyon lassan kezdődik valamikor ilyen kis megnyugtatja, egy mély meditációt ad, aztán valamikor dinamikus, az is egy, ez is meditáció. Sokszor emberek azt gondolják, hogy meditációt le kell ülni, és 5 hónapig csendben maradni, és akkor, hát oké, de ez nem természetes. Ezt lehet, szokták csinálni Himalájukba, természetesebb énekelni. Hát mit szeret ember? Énekelni. És akkor, hogyha mi énekeljünk lelki hangvibrációt, akkor ez már meditáció, és ez transzcendentális meditáció. Ez egy nagyon magas szint. Oké, akkor csináljunk kísérletet. Most figyeljetek, milyen belső érzés, milyen érzelmek vannak, hogy érzük magunkat.
utána figyeljünk az énekre, vagy aki nem szégyellős énekelhet, vissza, amikor ugye én előre énekel, utána lehet visszaénekelni. Nem kötelező senkinek, de több tapasztalat lesz, hogyha megpróbáljunk. Hogyha nem énekeljünk, akkor próbáljunk semmivel nem foglalkozni, csak nagyon figyelni, mert akkor a végén tudjunk tapasztalni a változásokat, hogy van-e valami változás. Mert ez nem egy ilyen valami, amit nem lehet ellenőrizni, ez csak úgy valami beszéljünk, hanem ez rögtön tapasztalható, rögtön ellenőrizhető ez a mantra meditáció. Szóval ezért hiteles. Mert aki a kipróbálja, rögtön fog mondani, igen, ez valami van benne, valami működik. Oké. Okay. Csörgővel, jó, maradjat, az jó lesz. Maradjat, az jó. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Krishna, 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 Hare, Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare
Balram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna,
hallják Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Daish Shiradha Shama Sundar Ki Jai. Igen, itt lehet énekelni, hangzik a mantra éneklést. Nem tudom. Hare Krishna. Itt van akkor az egész Székesfehérvár? Csak egészet. Hogy? Csak négyen. Csak négyen. Jó. Robi nem jött? Dolgozik. Uh-huh. Jó. Hát igen. Igen. Igen, szóval így, amikor valaki énekel, akkor megszabadul az aggodalomtól, félelemtől, boldogságtalanságtól. Ez a módszer a lelkeknek. És esetleg, nem tudom, vannak nektek kérdések. Nem kell, hogyha nincsen, kinyomni. És igen, szóval ez nagyon gyors módszer, nagyon egyszerű, nagyon könnyű. Azt mondják, hogy az intelligensek emberek ebben a világban, ők mindig van kérdésük, hogy miért születtem, mi az értelme az életnek, hogy hova megyünk utána, mi lesz utána, amikor vége ennek az életnek. Ez egy intelligens módszer, vagy intelligens ember ezt kérdezi, és keresi, addig nem lesz megnyugodva, meddig nem találja erre választ. És nagyon fontos. Védikus írások mondják, mivel mi lelkek vagyunk, azért, ezért mi nem halunk meg. A test az meghal, az öregszik, betegszik, és akkor meghal.
De a lélek nem hal meg. Ez már nagyon jó hír. Ugye én mikor kisgyerek voltam, akkor kommunizmusban születtem, akkor ott nem volt ilyen információ, az volt, hogy egyszer élünk véletlenül. Hát most is a mi világ ezt csinálja. Az hiába most, minthogyha vallásosok az országok, de a világ él egyszer. Minden egyszer használható. Éljél úgy, minthogyha sose fogsz élni. Próbáljál magadnak, nem számítnak az elvek, semmi, csak amin a többet magadnak szerez. Ami nem jó, ez nem helyes, mert annak lesz következménye is. És akkor, amikor nálunk tanították, hogy test vagy, és mikor meghalsz, maximum a kukacok megesznek, amikor földbe ásnak, és nem nagyon lelkesítő perspektíva volt, hogy nem fogunk tovább létezni. Ez milyen rossz érzés, nem? Hogy többet nem fogok létezni. És amikor kaptam Bhagavad Gita-t, és ott kaptam hírt, hogy sose fogunk megszűnni létezni. Nát eva hamjatuna szám, nat vám nem egy zsanadipa. Sose volt olyan, hogy nem léteztünk, és sose nem lesz, hogy nem fogunk létezni. Akkor megnyugodtam, akkor már nem aggódtam, hogy most meghalok, és akkor, mert hogyha gondoltam, hogyha meghalok, akkor mi az értelme hajtani boldogságra, amikor bármikor meghalsz, mielőtt boldogság előtt. De hajtottam, mert mindenki hajtotta, nem, hát világban élünk, mindenki hajt a boldogság után, hajtottunk. De hogyha nem ember nem adja a szívéhez Istent, akkor sose lesz teljes. Valami örömet lehet tapasztalni, persze ebben a világban, nem a szörnyű annyira, de a teljes boldogság, mivel mi lelkek vagyunk, nekünk kapcsolat Istenen hiányzik. És amikor ez rendben van, akkor ember nagyon elégedett. És független lesz a helyzettől. Mert annyira nem stabil a helyzet. Emlékszünk, most már olyan régen beszéltünk Krisztus születés előtt, Krisztus születés után, most már új kifejezés van Covid előtt, Covid után. Én nagyon sok ember olyan stabil életet élte Covid előtt, minden szuper és jó volt, jött a Covid, csődbe mentek. És valakik nem, mai napig nem tudnak összeszedni magukat. Igen, mert nincsen garancia, hogy holnap minden jó lesz. De azok a személyek, és ezért emberek aggódnak, jaj, mi lesz holnap, hogy lesz. De azok, akik a lelki gyakorlata gyakorolnak, akkor ott először nem aggódnak, a másik, hogy mindig védelem alatt lesznek, mindig megkapnak, amire szükség van. Ez a fontos dolog. Mert a világnak miért van teremtve? Hát azért van teremtve, hogy mi, mint lelkek, kapcsolódjunk Istenhez vissza. És mikor ezt csinálja, akkor Isten már személyesen vigyáz ilyen személyekre. És bármilyen változás történik a világban, Covid 1, Covid 2, Covid 3. Lehet. Hát mint a háborúk. Első világháború, második világháború, harmadik világháború. Ez semmi garancia nincs, hogy nem lesz harmadik világháború, negyedik világháború, mert első világháború előtt se gondolták, hogy lesz első világháború, aztán lett. Sok ukrajnai emberrel kapcsolatban vagyok, senki se gondolta, hogy lesz ott háború. Ukrajnában. Amikor ott Afganisztán, meg Vietnám, de ők se gondolták, hogy lesz háború. De a személyek, akik lelki kapcsolatban vannak, akkor azok külsős meg változások nem fognak befolyásolni a boldogságot. Ez a lényege. Oké. Okay.
Ti bírjátok még egy kis éneket, vagy? Igen? Mikor gondolsz, hogyha lesz lenne egy 20 perc, egy fél óra szünet, uh-huh. És utána folytatnánk, hogy ilyen fél, három, három, nem tudom, és megnézünk. Jó, legyen. Legyen kis szünet, levegőzés. De akkor mondjuk egy pontos időt, mert így meg 20-kor folytatjuk. Oké, jó, rendben. Jó, hogyha valaki meg jön, jöjjenek. Mert hogyha valaki velünk részt vesz egy legalább egy percet, ez az eredmény, amit itt kap valaki, hogy együtt énekel Hare Krishna mantrát, ez örök. Ez az eredmény, ez már nem fog nektek eltűnni, ez már magatokról fogtok vinni. Szóval... köszönjük, hogy itt vagytok. Jó, akkor szünet. Jó, oké, mi 20-kor folytatjuk, oké.